Lehetséges, hogy valakinél késik a gyász? 2 hónapja veszítettem el egy nagyon jó barátnőmet. Amikor megtudtam, nem is nagyon éreztem semmit. Elmentem a temetésre, de ott nem sírtam. Mostanában viszont egyre többször gondolok rá, és nagyon hiányzik. Ez valamilyen szempontból nézve érthető és természetes. A gyász első szakaszát szokták érzelmi sokknak is nevezni. Ezt az érzelmi sokkot a legtöbb gyászoló, akivel találkoztam, nem úgy írta le, hogy szomorú volt, hanem hasonlóképpen, mint ahogyan ön is, mintha nem is éreztem volna semmit, üresnek éreztem magam, mintha villám csapott volna belém. Ilyeneket is ehhez hasonlóakat mondanak például a gyászolók. Ez ebben az időszakban teljesen természetes. Nagyon sok gyászoló úgy gondolja, hogy csak a temetésen legyen túl, és utána már minden könnyebb lesz. Pedig ez valójában egyáltalán nem így van. Valójában a gyász érzelmileg legnehezebb része pont a temetés után következik. Amikor hazamegy az ember a temetésről, és ott van most már nélküle egy üres lakásban például, és akkor, amikor már a temetés után van idő az emlékezésre, arra, hogy felidézze magában azokat az érzéseket, amelyeket esetleg közvetlenül a haláleset után szinte elfojtott még akaratlanul is az ember, ekkor jön a gyász legnehezebb része. Az tehát, hogy most nehezebb önnek, mint közvetlenül a haláleset után, az teljesen természetes, normális és érthető dolog. A gyász időtartama a tapasztalatok szerint körülbelül 1 év szokott lenni. Az tehát, hogy most a 2. hónapban még nagyon nehéz és nagyon fájdalmas visszaemlékezni, ez ebben az időszakban természetes és érthető.